Sziasztok, én Szeni vagyok, üdv újra itt a csatornámon. Folytatjuk az adventi kalendárium bontogatós videókat. Ebben a videóban ezt a gyönyörűséget fogjuk kicsomagolni. Ezt a Food Vibes nevű cég adta ki, és ez egy kollaboráció Léna Gerke modellel. Azt hiszem, tavaly is kibontottam ezt a naptárat. Tavaly, ha jól emlékszem, szintén 90 vagy 99 euróba került, idén 99, szóval szerencsére nem drágult, vagy csak nagyon keveset. Sajnos erre az adventi kalendáriumra egyelőre semmilyen kuponkód nem használható fel, és nagyon sokáig gondolkodtam rajta, hogy megrendeljem-e egyáltalán, mert tavaly emlékszem, hogy az emberek nem nagyon vették, és a végén meg azt hiszem féláron jutottam hozzá. Hát remélem, hogy jó lesz. Így néz ki, eléggé kompakt, nem túl extra, viszont nagyon szép a színkombináció, és ebben a két fiókban vannak az ajtók. Első nap a Formal Skin-től van, a tisztító gél, az van ráírva, ezt reggelente és esténként kell használni, 50 ml-es kiszerelés. Második nap szintén nem egy full size van, ez 30 ml-es, a Goldwell-től Bond Pro, ez egy javító és struktúra hajspré, ez erősíti és ellenállóbbá teszi a gyenge hajat. Harmadikán az abszolút alap terméke beauty naptárban egy fekete szemceruza a Fleeky márkától. Negyedikén a Párszától van egy Scurly. Hát, ha jól értem, ez gyakorlatilag csak egy scrunchie. Ez kívülről egy ilyen szatén scrunchie-nak néz ki. Belül viszont érzem, hogy olyan, mint az Invisibubble, szóval ilyen telefonkábeles hajgumi, és azt írja, hogy ha ezzel rakod szofba a hajad, akkor nem lesz itt meg ez a törés, ez a hullám, ahol össze volt fogva. Hát én, nekem nem tetszenek az ilyen nagy hajgumik, de sokak szeretik. Ötödikén egy 10 ml-es Jean d'Arcel termék van. Ez egy hialuronos szérum. Nagyon szép a színe, de hát ez is csak egy 10 ml-es termék. Na, hatodikára nagyon kíváncsi vagyok, én megtippelek egy 3 darabos babor ampulla szettet. Nem úgy néz ki. Oké. Ez a Rosenthaltól egy gua sha, egy ilyen fehér jádeköves masszírozó eszköz. Na, közben játszottunk a gyerekkel, meg ebédeltünk, de azt hiszem a hetes jön. Ez egy 30 ml-es L'Occitane kézkrém, 20% séa vajjal, száraz bőrre. Nyolcadikán a This Place-től van a The Hug. Ez egy jótevő menzeszkrém. Igen, elvileg ezt így az alhasba kell belemasszírozni, és akkor lehet, hogy megnyugtatja. Ez érdekes, ilyet még nem láttam. Ez egy 60 ml-es kiszerelés. 9-én egy full size szempilla spirál van a L'Oréal-tól. Ez a Panorama Volume Million Lashes. És szerintem barom jól néz ki. A 10. dobozban a DM márkájú Langhaar Mädchen-től van egy 75 ml-es fejbőr booster tonik. Azt írja, hogy ettől elvileg gyorsabban fog nőni a haj. Na, ezt szívesen letesztelném. 11-én a V. Sun-tól van egy 50 faktoros parfümmentes és vízálló napkrém arcra, 75 ml-es, de ez szerintem full size. 12-én újra használható tisztító és smink eltávolító kis fedek vannak, bár ez mondjuk egy darabnak néz ki, a Washies márkától. Hát érdekesen vastag, és olyan furcsán hajlik, mintha drót lenne benne. Érdekes.
13-án egy 60 ml-es Mad Meski termék van. Ez egy éjszakai ápoló, javító és megújító maszk. És bőrre van, azt írja, szóval ez nem egy hajmaszk, gondolom arcra kell használni. 14-én a Gatubi-tól van a 2-1-ben Styling Gel for Brows and Edges. Szóval ez egész pontosan azt jelenti, hogy ez egy szemöldök zselé, amit viszont baba hajra is lehet használni, vagy arra, hogy eltüntes, vagy arra, hogy ilyen kis hullámokat csinálj vele. Ezt a terméket én letesztelhettem ingyen egy termékteszt során, és büdös, konkrétan technokol szaga van, ami nekem annyira nem jön be. 15-én, hát szerintem lassan be se kell mutatnom, ez idén már minimum 4-szer volt valamilyen naptárban. Ez egy 118 ml-es Paula's Choice Exfoliate termék, egész pontosan ez a szalicil savas 2% BHA-s hámlasztó, illetve radír. A 13-án itt van az első élelmiszerünk. Kíváncsi is voltam, hogy mikor jön, hiszen ez nem csak egy Léna Gerke adventi kalendárium, hanem egy Food Vibes, szóval ebben kéne legyen nasi, meg ilyesmi. Ez az Oastmann-tól egy avokádós crunchy topping, ami hát annyit jelent, hogy ezek ilyen kis ropogós darabkák, amivel meg lehet szórni, meg lehet fűszerezni az avokádót. 70 gram amúgy. 17-én egy olyan termék van, amit nagyon szívesen megtartanék és letesztelnék. Ez a Real Techniques-nek a 260-as Bubble Blending Brush-ja, szóval ez egy ilyen árnyékoló ecset, egy ilyen eldolgozó, hát angolul blending ecset. Nagyon-nagyon jól néz ki a Real Techniques-el, én abszolút meg vagyok elégedve, szinte majdnem napi szinten használom az ecseteiket. És ez nagyon cukin néz ki, és kíváncsi vagyok, hogy mit tud. 18-as doboz nagyon nehéz. Ebben a 123 márkától van egy Hydra Power Gel krém. Ez egy 3 lépéses arcápolásnak az ápoló része, vagy hát lépése. Egy hidratáló gel krém, 50 ml-es. 19-én számomra egy kicsit kakuk tojás van, ez a Super Streusel márkától egy 55 grammos, hát ilyen torta dísz, torta reszelék, ilyen színes kis ízék. Elvileg vannak benne csoki gyöngyök is, egyelőre 2 látok így kívülről, és ez nekem azért kakuk tojás, mert nem értem, hogy ez hogy passzol ehhez az adventi kalendáriumhoz, meg Léna Gerkéhez. Szóval, hogyha mindenképp, szóval magával a tortadísszel nincs baj, mert igen, ilyenkor az ember süt, tök jó, hogyha van egy kis tortadíszed, bár én személy szerint ilyet soha nem használok, de akkor legyen karácsonyi, nem? Szóval mondjuk valami szép arany, meg fehér, meg sötétkék, hogy legalább passzoljon az adventi kalendárium dizájnjához, és ez meg egy ilyen full színes, tavaszi, már-már gyerekes kinézetű, nem igazán értem a koncepciót. 20-án a Szájosztól van egy sötét barna szemöldök festék doboz. A 24-én szintén egy olyan termék van, amivel az elmúlt években többször találkoztunk. Ez az Annemarie Berlin-től egy hialuronos szem alatti maszk. Ez már olyan sokszor megvolt nekem, és valamiért soha nem teszteltem le, pedig tökre kíváncsi lennék, hogy tényleg segít-e. A 22-es doboz elég nehéz. Ebben, de érdekes állaga van. Most nem akarok gusztustalannak tűnni, de ez olyan, minthogyha... Nem, inkább nem mondom. Jó, hát ezt brutál alaposan fel kell rázni. Igen, rá is van, hogy shake well before using. Hát ezt nem tudom, meddig kell rázni, mert konkrétan 3 fázisúnak néz ki. Van benne egyszer aranycsillám, aztán van benne valami ilyen kicsit sűrű darabkás fehér cucc,
plusz a normál folyadék, és ezt a három dolgot kéne így összerázni. Jó, oké, mindegy. Szóval ez az I Want You Naked-től egy testolaj, Golden Glow Glam Effect. Hát igen, eléggé csillámos, eléggé arany. Ez biztos nagyon-nagyon szép, hogyha az ember bekeni magát vele. 23-án végre egy nagy termék van, ez 150 ml-es a Venyától. Ez egy arcvíz, vagy egy toner, tonik. 4,9-es pH értéke van, és azt írja, hogy ennek biomimetikus hámlasztó, illetve ilyen radírozó effektje van, és segíti a bőr természetes hámlását, illetve finomítja a pórusokat. És végül a 24-es doboz, 25. napunk nincs, és ez a doboz meglepően kicsi és könnyű, és én nagyon félek, hogy mi van benne. Tippelnék esetleg egy megrúst, így súly meg hang alapján. Nem. Ez egy 7 ml-es termék a Clarins-től. A 08-as Lip Comfort Oil, szóval ez egy ajakolaj. Oké, full size, szóval először megijedtem, hogy ez egy 7 ml-es kis próbakrém. Amúgy strawberry, árnyalatú, illatú vagy ízű. Oké, érdekes választás 24-ére. Ó, mondjuk ez így nagyon-nagyon jól néz ki. Jó termék, hasznos termék. Meg fogom googlizni, hogy mennyibe kerül, és ideírom. A faszt, felolvasom inkább. Ne legyen már annyi utómunkám. 25 euróba kerül. Wow, jó drága. Ettől függetlenül 24-ére én nem egy ajakolajat tennék be, még akkor sem, hogyha drága, hanem akkor már mondjuk inkább azt a L'Oréal szempilla spirált. Az nekem valahogy jobban passzol 24-ére. Hát a végére értünk, és ugyanaz a bajom, mint a Glossy Boxnál, hogy nem érzem azt most így a végén, hogy fú, ez jó volt, hanem azt érzem, hogy jó, oké, hát végre a végére értünk. Vannak benne jó termékek, tényleg van benne pár szép dolog, amit szívesen megtartanék. A design nekem tetszik, hogy olyan kis kompakt, meg ez a színkombó, ez nekem nagyon bejön, ez a sötétkék, arany, meg fehér. Mondjuk annyira nem szeretem az olyan kalendáriumokat, amit először a fiókot kell kihúzni, aztán kiszedni a boxot, de olyan szempontból jó, hogy jó ránézni, illetve később lehet akár ilyen kis tároló eszközként is használni, hogyha kiszedjük a dobozokat, akkor egyáltalán nem úgy néz ki, mint egy adventi kalendárium. Hát 100 euróért én ezt nem rossz, mert tényleg nem rossz, azt nem lehet mondani, de én úgy érzem, hogy ennyi pénzért sok a kicsi termék. De viszont a Paula's Choice, meg mondjuk a Peter Thomas Roth, azok nagyobbak, mint más kalendáriumokban, szóval olyan jó is, meg nem is. Nem, tényleg, nem tudok egy konkrét, rendes mondatot megfogalmazni. Nem rossz, szóval ez nekem megint csak egy ilyen közép kategória, hogyha az ár-érték arányt veszem alapul. Vannak más naptárak, amik egyértelműen jobban tetszettek, de egyértelműen nem ez a legrosszabb, amit valaha kibontottam. De ti is nyugodtan írjátok le a véleményeteket, mint mindig. Köszönöm, hogyha megnéztétek, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. The fuck, összeesik a ház. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!